Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Először megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Itt a csillagok szerencsét hoznak. Tehát vannak jó gondolatai, ötletei. A csillagok jelentik a bizalmat is, amikor megvan a bizalma, hiszen tudja azt, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez megvan írva. Itt látható öltönyben, tehát itt nem csak párkapcsolatról, szerelemről van szó, hanem ezek lehetnek üzleti dolgok is, vagy odafigyel a munkájára. Szeretne valamit elérni a munkahelyen, hiszen megvan ez a terve, hogy sikerei legyenek. Hogyan érzi magát? Itt ez a füstölő, az jelenthet egy szertartást. Előfordulhat az is, hogy ő úgy gondolja, hogy valaki szertartást csinált részére, amiről ő nem tudott. És ő ezt az energiát el akarja tüntetni. Hiszen itt megjelennek az egerek, és ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Vagy ő akart egy szertartást csináltatni, de lemondta, vagy úgy gondolja, úgy érzi, hogy valaki készít ilyen rituálékat, és ezt eltávolítja a környezetéből, vagy az otthonából ezt az energiát, jelentik az egerek. Mit fog tenni? Itt a ház jelentheti az ő otthonát, hogy beszámol majd ezekről a témákról, hiszen a madarak jelentik a csevegést, a beszélgetéseket, vagy az is lehet, hogy meg akar látogatni téged, és beszélni akar veled. Esetleg jelentheti ez a ház a családi kapcsolatokat, vagy egy ingatlan bérletét, vásárlását, esetleg vannak tervei veled összeköltözni, mintha valamit szeretne változtatni a környezetében, de mielőtt ezt megteszi, beszélni akar veled. És mi fűz össze benneteket? A virágcsokor. Ez egy szép jel, hiszen utal a szépségedre, egy szép környezetre, kreatív tevékenységre, vagy lesz egy meglepetés, hiszen megajándékoz téged. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Mielőtt elköszönnék, köszönöm szépen a kommentárokat, a lájkeket, és örülök, ha lájkeltek vagy kommentáltok. Köszönöm szépen, és kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.